Szeretettel köszöntök mindenkit. Példabeszédek könyve 22. fejezetének a harmadik verse többször is eszembe jutott az elmúlt napokban. Azon gondolkodtam, hogy milyen eleven mondani valója van nekünk, a mi korunkban, a mi helyzetünkben. Elolvasom a Bibliából ezt az ígét, tehát Példabeszédek könyve 22. fejezetének a harmadik versét idézem. A következőképpen hangzik. Az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát. A bolondok pedig neki mennek, és kárát vallják. Tévednénk, ha úgy gondolnánk, hogy valamilyen általános érvényű hétköznapi életbölcsességet fogalmaz meg ez a bölcsmondás. Olyasmit, amit józan paraszti ésszel be lehet látni, ahogy mondani szoktuk. A Biblia fogalom világában az eszes vagy értelmes ember, az nem egyszerűen okos ember, és hasonlóképpen a bolond sem elmeháborodott vagy szellemileg fogyatékos ember. A Biblia szóhasználatában az eszes vagy értelmes vagy bölcs ember az, aki istenfélő, aki komolyan veszi Istent és az ő beszédét, és tiszteli. A bolond jelentése pedig istentelen, Isten ellen, az igazság, az erkölcsi törvény ellen lázadó. Szeretném ezt példákon is bemutatni. Például Jób könyve 28. fejezetének az utolsó versében a következőt olvassuk. Idézem Jób könyve 28. fejezetének az utolsó versét, amely így hangzik. Íme az Úrnak félelme az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Ugyanez a gondolat visszhangzik még a Zsoltárokban és Példabeszédek könyvében is. Például a 110. Zsoltár 10. verse így hangzik. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Jó belátása, vagy jó gondolkodása van annak, aki ezt gyakorolja. Példabeszédek könyve első fejezetének a 7. verse pedig így szól. Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek, a bölcsességet és az erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Ugye milyen világosan látszik ezekből az igékből, hogy már az Ószövetségi Szentírásban is ki az eszes, értelmes, és ki a bolond. Dániel könyve 12. fejezetének a 10. versét is felidézem, ahol azt olvassuk, hogy a vég idején az értelmesek értik az Isten beszédét, és annak fényében azt, ami történik, az istentelnek közül pedig senki sem érti. És ha most átlépünk az új szövetségbe, akkor Jézus is használja ezt a két kifejezést hasonló értelemben, mint az Ószövetség. Mert például a hegyi beszéd záró hasonlatában azt mondja, hogy azt nevezi bölcs embernek, aki hallja tőle az ő beszédeit, és meg is cselekszi. Ez olyan ember, aki kősziklára építette a házát. Aztán folytatta, aki pedig hallja tőle az ő beszédeit, de nem cselekszi meg, azt bolond embernek nevezi, aki homokra építi a házát. Ugyancsak a 10 szűz példázatában van szó okos szűzekről és bolond szűzekről, akik késő este várakoznak a vőlegény érkezésére, ugye is ez szimbolizálja a Krisztusra várókat, és mind ott szeretne lenni a mennyegzőn, de az eszesek gondolnak arra, hogy lehetséges késedelem, elegendő olajat visznek magukkal, a bolondok pedig nem, és a lámpásaik kialusznak. Tehát Jézus is azt nevezte bolondságnak, sőt a legnagyobb bolondságnak, amikor az ember még hallgatja is Isten beszédét, nagyrészt még egyet is ért vele, de viszont nem követi, nem cselekszi. A 17. századi természettudós és gondolkodó Pascal megjegyzése is ide kívánkozik, aki a 194. gondolat töredékében ezt írja. Csak kétféle ember szolgál rá az értelmes névre.
aki tiszta szívvel szolgálja Istent, mert ismeri, és az, aki tiszta szívéből keresi őt, mert nem ismeri. Ugye milyen érdekes mondás, talán még egyszer elolvasom, könnyebb megfigyelni. Csak kétféle ember szolgál rá az értelmes névre, az, aki tiszta szívvel szolgálja Istent, mert ismeri, és az, aki tiszta szívéből keresi őt, mert nem ismeri. Tehát azt mondja Pascal is, hogy annak az embernek egészséges és tiszta a gondolkodása, aki keresi az igazság forrását, mércéjét, és ha megtalálta, akkor követi is. Ha tehát most már látjuk, hogy mit jelent az eszes, értelmes és a bolond a Biblia fogalom világában, akkor gondolkodjunk arról, hogy miként alkalmazható ez mai helyzetünkre a példabeszédek 22.3 bölcs mondását megszívlelve. Ugye így hangzott ez az ige, így olvastam, az eszes meglátja a bajt és elrejti magát, a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják. A fő hangsúlyt én majd arra szeretném helyezni, hogy mit jelent az embernek elrejteni magát, de ezt megelőzően még szeretnék arról szólni, hogy milyen bajt lát meg ma a bölcs ember. Arra is ki kell térnem, hogy meglátni, az többet jelent, mint csak látni. Az is benne foglaltatik, hogy megérti, helyesen értékeli a tényeket. Azt mondhatjuk, hogy ma sokan látnak bajt, sőt, nagyon nagy bajt, érzékelik a súlyos civilizációs krízist, de kérdés, hogy meglátják-e, megértik-e, hogy milyen természetű ez a baj, és milyen kimenetelével lehet számolni. Azt kell mondanom, hogy meglátni, megérteni, csak is Isten beszéde által, az Isten félelem szemével lehet. Figyeljük meg például, hogy milyen eltérően viszonyulnak a végidőben élők a válság tényeihez, amelyeket nem lehet nem látni, hiszen mindenki érzi a maga bőrén. Jézus így mutatott rá erre, hogy milyen különbözően fognak viszonyulni az emberek a végidőnek a teljesen újszerű és döbbenetes jelenségeihez. Idézem Máté evangéliuma 24. fejezetéből a 31-től a 34. verset. Ugye itt Jézus közvetlen a tanítványaihoz szól, és azt érzékelteti, hogy azok a bölcs, értelmes emberek, akik az ő tanítványaiként élnek a földön, azok hogyan fogják értékelni azt, amivel szembe találkoznak. Így olvasom a 32. verstől. A fügefáról vegyétek pedig a példát. Mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzedék, míg nem mindezek meg lesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Tehát azt láttuk itt, hogy ők úgy értékelik a bajt, ami most nyilvánvalóan látszik, hogy ez kezdete azoknak a vajudási fájdalmaknak, amelyekről Jézus szólt. És olyan bizonyos, mint a természeti törvények, hogy a küszöbön áll a végkifejlet, és majd pedig Jézusnak az igazságszolgáltató és szabadító közbelépése, amit megígért az ő visszajövetelével. De nézzük meg azt is, hogy egy másik embercsoport hogy viszonyul ahhoz a bajhoz, amit látni ő is lát, csak nem meglát sajnos. Így olvasom a 37. verstől. Mert amiképpen a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek minden a napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vesznek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta,
aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. És egy másik hasonlatot is használt meg Jézus, ez pedig Lukács evangélium a 17. fejezetéből fogom idézni. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezetéből a Noé napjai, tehát az egyik hasonlat, a másik hasonlat pedig Lót napjai. Itt így olvasom. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ugye itt meg kell jegyeznem, hogy nem a legjobb fordítás az, hogy ez a másik embercsoport nem vesz észre semmit, mert ezt félre lehet érteni. Az eredeti görög szöveg az úgy hangzik, nem ismerik fel, vagyis nem látják meg, nem értelmezik helyesen a történéseket. Már most szorongással gondolok arra, hogy mi történik, ha kicsit lecsillapodik a mostani világjárvány. Arra lehet számítani, hogy tömegek lesznek, akik rohannak, hogy behozzanak mindent az élvezetekben, az élethabzsolásban, amitől a nyárvány alatt kimaradtak. Mindent pótolni akarnak. Ez jellemző a mai embernek a mentalitására. Ültetnek, adnak, vesznek, építenek, házasodnak, férhez mennek, és teljességgel ezek kötik le a gondolataikat és a tevékenységeiket. Ők azok sajnos, akik neki mennek a bajnak, és kifejezhetetlen kárát vallják, mert nem látják, nem értik meg Isten beszéde híján, vagy pedig azt hallva, de nem igazán befogadva, hogy mit is jelentenek azok a tények, az a baj, ami most látszik. De hogyan látják meg a baj gyökereit, természetét az istenfélők, az Isten beszédére támaszkodók? Felismerik, hogy a világjárvány, ami most mindenkit foglalkoztat, amiben szinte fuldoklik a világ, csak egy, a közül a négy jelenség közül, amelyekről Jézus Máté evangélium a 24. fejezetének a 8. versében a nagy profétikus beszédén belül szól, hogy ezek előzik meg a végkifejletet és az ő megjelenését, ami az összeomlásnak a küszöbén fog bekövetkezni. Ugye azt is olvassuk itt a felsorolt négy jelenség között, hogy lesznek földindulások. Ezzel már régóta ismerkedünk, és nyilván nem csak a földindulásokra utalt ezzel Jézus, hanem egyáltalán a természeti katasztrófákra. Ezzel már egy jó ideje együtt élünk, és ezek feltűnően szaporodnak, ezt tudjuk. Ez most újdonságként jelent meg a járvány, mert már régóta nem tapasztalt az emberiség súlyos, egészen súlyos járványokat. Ha pedig a kiterjedését nézzük ennek a járványnak, akkor azt mondjuk, hogy még soha nem tapasztalt az ember ilyen kiterjedésű járványt. De ugyanakkor, ha éhségek vannak is, súlyos, tragikus éhségek itt és ott a világon, de mindenütt, nagyon sok felé még nem jellemző. Ugyancsak háborúk is vannak, tragikus, szörnyű háborúk is, az ember részvétel gondol az ott élőkre, de egészen kiterjedt háborúk ebben a pillanatban még nincsenek. Tehát azt mondhatjuk, az eszes, a bölcs, aki Isten beszédén tájékozódik, az meglátja a bajt, azt, hogy bizony következni fognak további és még súlyosabb válságjelenségek. Aztán emellett azt is meglátja az eszes, hogy az a modern kori mitosz, hogy az ember a tudomány fejlődésével párhuzamosan mindent meg tud oldani, ez a mitosz összeomlott, nyugodtan mondhatjuk múlt időben. Ugye az ökológiai válságot például csak akkor fedezte fel az ember, amikor már szinte visszafordíthatatlanok a kártételek és az összeomlástól való menekülés. Tehát a rendkívül fejlett tudomány ellenére az ember nem látta meg, hogy az egész civilizáció rossz irányú, az egész ipari civilizáció tönkreteszi, olyan típusú, hogy tönkreteszi az élhető környezetünket.
És a járvánnyal szemben is, akár mekkora fejlettségű a tudomány, egy éve semmit sem kutatnak lázasan a legfelkészültebb kutatók, mint ezt a vírust, és mégis lépten nyomon hallunk ilyeneket, hogy ember nem mondhatja meg, hogy miért hat egyik emberre így, a másikra úgy, mondja egy jeles szakértő. Aztán szólnak arról, hogy még mindig nagyon kevéssé ismerjük, több mint egy év elmúltával is. És ezért is vannak bizonytalanságok. Az ember elbizonytalanodott a tudomány megbízhatóságában, például oltásokkal kapcsolatban, mert az ember tapasztalja, hogy a tudomány sem abszolút megbízható és mindenható. Tehát nagy tisztelet illeti meg főleg az alázatos tudósokat, és azokat, akik olyan dolgokat fedeztek fel, amelyek előre viszik, élhetőbbé teszik az ember számára az életnek a küzdelmét, de az önző ember ezeket rosszul használja fel, és sokszor egyenesen rosszra használja fel. És végzetes az, ha az ember elbizakodottá teszi a tudománynak a fejlődése, és azt gondolja, hogy a tudomány által mindenható lehet az ember. Engem például megdöbbent, hogy az ember még mindig fokozza az űrkutatást, és a mérhetetlen nyomor, szegénység, vagy egy ilyen világjárvány hátterén is rengeteg pénzt ölnek emberek, illetve hát államok, országok az űrkutatásba, és ami ennél is megdöbbentőbb, hogy szóbeszéd van arról, és komolyan, mintha komolyan lehetne venni, beszélnek arról, hogyha itt ellehetetlenül az élet, hogy lehetne áttelepíteni ezt a borzasztóan rosszul működő civilizációt valamelyik másik bolygóra, és az emberek még hisznek is benne, hogy a tudománnyal ezt meg tudják oldani. Miközben körülöttünk a Föld légköre már tele van űrszeméttel, és már az ember mindenhova betette a lábát, és nem pozitív jelenséggel, még mindig olyasmiben hiszünk, hogy ez egy legyőzhetetlen emberi civilizáció. Hát tulajdonképpen mi is a baj a tudománnyal, mert a tudomány nagyon nemes dolog, és nagyon tiszteletre méltó dolog önmagában. Sok évvel ezelőtt egy Istenben mélyen hívő csillagásztól hallottam egy hasonlatot, ami azóta sem ment ki a fejemből. Azt mondta, hogy hát legyen ez egy fiktív történet, képzeljük el azt, hogy az emberi tudás az egy kert, és egyáltalán a tudás, bocsánat, nem egyszerűen az emberi tudás, hanem a tudás birodalma. Hogy a tudás birodalma az egy kert, és ez a kert fallal van körülvéve, és egy helyen van rajta kapu, és a kapuhoz van egy kulcs. És akkor így folytatta, amikor Isten megteremtette az embert, az volt a szándéka, hogy kézen fogja az embert, oda viszi a kapuhoz, kinyitja a kulccsal, és beviszi az embert, és ott sorba fokozatosan beleavatja a tudásnak a birodalmában mindenbe. Ezt már csak én teszem hozzá, hogy erre utal, amikor a teremtés történetben olvassuk, hogy miután Isten megteremtette az embert, elvonultatta előtte az állatokat, hogy adjon nekik nevet. Mintha ez is egy olyan mozzanat lett volna, ahol Isten be akarja avatni a maga tudományába az embert, és felkészíteni arra, hogy művelni, őrizni tudja a Földet. Igen, csak hogy az ember az emberi történelem hajnalán fellázadt Isten ellen, és kivonta magát az Istennel való közösségből, és így megszűnt az a lehetőség, hogy a kapun megy be a tudás birodalmába, és Isten a mestere, a tanítója és a kalauza, hogy megértse az összefüggéseket is. Aztán így folytatta ez a kedves ismerős barát, hogy az ember azonban csak Isten képére, hasonlatosságára teremtetett, és tudni és tenni akar, és hát mivel nincs más lehetősége bejutni a tudás kertjébe, felmászik a falra. Aztán így folytatta, egy esetleges helyen jut be, de nem normálisan, mert másképp nem tud bejutni, hogy beesik. Azt mondta, az is lehet, hogy fejre, hogy kicsit még élezze a történetet, de ahhoz elég magabiztos, hogy amit ott maga körül meglát a tudás birodalmában, arról kijelentse, hogy ez a valóság, ez van, és ezen kívül más nincs. Miközben a tudás egész birodalmát
nem ismeri, és a legvégső és legfontosabb összefüggéseket sem. Rögtön hangsúlyoznám, hogy ez nem minden tudósra illik, mert vannak nagyon mély alázattal dolgozó tudósok, akiktől a magabiztosság távol áll, hanem inkább általában az ember hajlamos arra, hogy elbizakodjon a tudomány eredményei láttán, amelyeket mások fedeztek fel. Tehát ez az egyik dolog, amit meglát az eszes, az értelmes ember, hogy a tudomány mindenhatóságának, végtelenségének a mitosza is összeomlott. És a harmadik dolog, amit az ember meglát, az eszes ember meglát ebben a mostani bajban, az, hogy a legnagyobb baj az emberrel magában van. Az emberben van a válság gyökere. Pedig éppen az ember kezében lenne, az embernek kéne az előző két bajt megoldani, de az ember pedig milyen állapotban van. Kiderült az, hogy az ember rendkívül törékeny és nagyon elrontható. A gondolkodása is nagyon elrontható és manipulálható. Az ember pszichikumára kiderült, hogy végzetesen rossz hatással van az anyagi javaknak a bősége, az élvezeteknek a habzsolása, azon kívül a végtelenül manipulálható, kiszolgáltatott, és az életvitelében való hajszoltság az, amit a pszichikuma egyszerűen nem bír el. Egyre alkalmatlanabbá válik a valódi gondolkodásra, az önkontrollra, üressé, értékvesztetté lesz, és prédájává bármiféle hitetésnek és manipulációnak. Tehát, ha össze akarom foglalni, akkor azt mondom, hogy az eszes a bajt mélyebben látja, mint hogy látja, hogy van gazdasági válság, van társadalmi válság, van ökológiai válság, van járvány, hanem látja azokat a problémákat, amelyeket az előbb említettem, hogy egyrészt a mostani két jelenség, ami már felsorakozott, a természeti katasztrófák és a járvány, azt majd követik még súlyosabbak, mások, éhségek, háborúk. Azt is meglátja, hogy az emberi tudomány nem mindenható, és nem tud minden problémát megoldani. Ez is lelepleződik előtte, mert Istentől függetlenült ember nincs igazán a teljes tudásnak a birtokában, és az összefüggéseket nem tudja tökéletesen megismerni. És azt is látja, hogy a legbetegebb az ember maga, hogy a mai időknek a hajszoltságában, a elkényeztetettségében, a jóléti társadalmakban az ember egyre törékenyebb, egyre elronthatóbb és elromlóbb, és alkalmatlanabb arra, hogy ezeket a problémákat megoldja. És azt olvastuk ugye az igében, hogy a bölcs nem csak meglátja a bajt, hanem elrejti magát. Vajon mit jelent ez, hogy elrejti magát, mert előre meglátja a bajt? Ez egyrészt azt jelenti, hogy elkülöníti magát, kivonja magát a tömegek hatása mintája alól, és ő meggondolja, hogy mindezeknek az ismeretében milyen legyen az életmódja és az emberi kapcsolatai. Tehát így rejti el magát egyrészt a baj elől. Tudomásul veszi azt, hogy szerényebb életvitelre kell készülnie a jövőben. Végig gondolja azt, hogy mi az, amire tényleg szükség van, mi az, amire kevésbé van szükség, és mi az, ami egyáltalán nem szükséges. Meggondolja például, hogy kell-e még tömegek után menni, tervezni nagy külföldi utazásokat, minél izgalmasabb élvényeket, amivel szennyezzük a környezetet is, ugye a repülőutakkal, és jelentős összegeket költünk rá. Tényleg abszolút szükséges ez, enélkül nem lehet teljes az élet. Nem kell-e szerényebb életvitelre berendezkednünk? Aztán
az is eszünkbe juthat, hogy mi nagyon elkényelmesedtünk, és például én is a II. Világháború végén születtem, és olyan igazi komoly szükséget nem is láttunk. Az édesanyámra emlékszem, aki két világháborút megélt, az elsőt még csak egész kisgyerekként, de a másodikat annál komolyabban két országban is, és azt mondta, hogy gyerekek, gyufa, só és kályha mindig legyen otthon. Nem is tudom, hányszor elmondta ezt. De hát a ma embernek hol jutnak eszébe az, hogy nehezebb időkre is számolni, és szerényebb életvitelre berendezkedni, és meggondolni, mi az, ami valóban szükséges. Azután azon is gondolkozik, aki elrejti magát a baj elől, hogy hogyan lehet mind több dologban önellátóvá lenni. Mert nem biztos, hogy mindig ilyen kényelmes életünk lesz. Isten kegyelméből még lehetnek enyhülési időszakok, rövidek, de csak rövidek biztosan. Lehet néha egy kis szünet a súlyosbodó nehézségek között, és ezért nagyon hálásak lehetünk. De a dolgok elindultak, és gyorsulnak. És ezt tudomásul veszi az, aki meglátja a bajt. Hozzá kell tennem azt is, hogy aki elrejti magát, az arra is törekszik, hogy megtanuljon örömet találni egyszerű hétköznapi dolgokban. Nem keresi a legeknek az izgalmát, a legélményeket, hanem például megtanul mind több örömet találni a hétköznapi munkában, amit minél tökéletesebben és leleményesebben végez. Igyekszik, ami természetben még szépség és felüdítő van, azt kihasználni, és minél nagyobb közösségben lenni a természettel. De amire a legnagyobb hangsúlyt tennék, aki elrejti magát a baj elől, az azt is megtanulja és megfontolja, hogy most a legeslegfontosabbak az emberi kapcsolatok. Hogy ami csak jót tovább tudunk adni családtagjainknak, rokonainknak, ismerőseinknek, barátainknak, ezt tegyük meg, és ápoljuk, őrizzük az emberi kapcsolatokat. Ugye Jézus úgy jellemezte az ő eljövetel előtti világot, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Mit mond ez? Még akikben volt is, meghidegül, elfásulnak emberek. Sokszor óriási erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy egy család szét ne hulljon. Már úgy értem, hogy amikor például testvérek felnőtté lesznek, rokonok különböző helyekre költöznek, akkor itt is el ne fáradjunk ezeknek a kapcsolatoknak az ápolásában. És külön fölhívnám a figyelmet a fiatalokra és a gyerekekre. Az ember szinte beleremeg, ha arra gondol, hogy ők milyen szerencsétlen korban születtek és indulnak el az életben, és mennyivel kevesebb a teherbíró képességük, mint a korábbi nemzedékeknek volt. Nem tudunk fontosabbat tenni, mint hogy rengeteget beszélgessünk gyerekekkel, fiatalokkal, adjunk kezükbe értelmes, jó olvasnivalókat. Egyáltalán küzdjünk azért, hogy ne szokjanak el az olvasástól, a gondolkodástól, és tanítsuk meg őket szeretni, és tanítsuk meg őket arra, hogy az emberi kapcsolatokat meg kell becsülni. De az elrejti magát még ezeknél is többet jelent. Azt jelenti, hogy aki látja jönni a bajt, meglátja a bajt, az elrejti magát Istenben. Szeretném idézni a Szentírásból, hogy hol találkozunk ezzel a fogalommal, hogy az ember nem csak elkülönül a tömegtől, amely rossz irányba halad, és kivonja magát a hatása alól, hanem Istenben rejti el magát. Lássuk ezt az igét, a Kolossébeliekhez írt levélből fogom idézni. A Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetében, a 3. versben ezt olvassuk. Életetek el van rejtve együtt a Krisztussal Istenben. Hát vajon mit jelent ez? Azt jelenti, hogy folyamatosan, szüntelen, szövetségi kapcsolatban lenni Istennel. Ahhoz, hogy ez megkövetkezhessen, ahhoz először Istent kell megismerni, és
és abszolút bizalmunk kell, hogy kifejlődjön benne. Szeretném hangsúlyozni, olyan mélyen megismerni, hogy abszolút bizalmunk legyen benne. Enélkül nem akarunk és nem tudunk szövetségi kapcsolatba kerülni Istennel, és fenntartani ezt a kapcsolatot vele. Meg kell győződnünk abszolút módon nem csak Isten létezéséről, hanem megismernünk az ő erkölcsi lényét, és elhinnünk, hogy mi parányi emberek is fontosak vagyunk neki, és teljes figyelmet szentel az egyes emberre is. És ha segítségül hívjuk, ő hallja, és válaszolni fog. De ehhez azt kell mondanunk, hogy sokkal több elcsendesedésre van szükségünk. Azt olvassuk a Bibliában, a Római Levél 10. fejezetének a 17. versében, hogy a hit, vagyis a bizalom, az hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De még a Bibliát sem mindegy, hogy hogy olvassuk, futva, rohanva, félfigyelemmel, vagy egy elcsendesedett állapotban és környezetben, és olyan igazi, igazságkereső vágyjal. És azt kell mondanom, hogy még ez sem elég, hanem ha megismertük Istent az írás által, akkor kezdjük komolyan venni azt, hogy mi folyamodhatunk hozzá személyesen, parányi emberek. Tegyük próbára, hogy a Biblia ígéretei azok igazak. És amikor erről tapasztalatot szerzünk, akkor válik abszolút bizalommá az Istenhez való viszonyunk. És ebből az abszolút bizalomból, 100%-os meggyőződésből, Isten léte és erkölcsi lénye felől, ebből következik az Istennel járás. Ugye ez egy bibliai kifejezés, és mindannyian halljuk, hogy ez mit jelent. Ugye a járás az egyik leghétköznapibb, legállandóbb tevékenységünk. És az Istennel járás azt jelenti, hogy valaki mindig Isten jelenlétében van, mindig kéri a tanácsait és követi is, szorosan mellette marad az élet forgatagában és küzdelmeiben is. Ez az a bizonyos láthatatlan, szüntelen kapcsolat Istennel, amiről az apostol ezt mondja, hogy el van rejtve a ti életetek Istenben. Élik az életüket úgy, mint mások, de van egy emberi szem számára láthatatlan életük, hogy belül ők mindig őrzik Isten jelenlétét, gondolatban tanácskoznak, szinte beszélgetnek vele, és lelkükben szüntelen ő rá támaszkodnak. És aki elrejti az életét Istenben, azt Isten is elrejti a veszedelemben, és oltalmába veszi. Rendkívül értékes ígéretekkel van tele a Szentírás ezt illetően. Hadd idézzek csak néhány gondolatot, például a 90. Zsoltárból. Hogyan szól arról, hogyha mi elrejtjük az életünket Istenben, ha Istennel járunk, akkor ő hogyan fog elrejteni minket, ahogy az írás fogalmaz szárnya árnyékába, vagy szárnya oltalmába, ugye a hasonlatot véve a madár anyáról, vagy a tyúkhanyóról, aki a tollaival fedezi be, ott rejti el a fiókáit a veszedelem elől. A 90. Zsoltárból, például a 91. Zsoltárból, 91. Zsoltárból így idézem a 40. verset, illetve a 4. verset, tehát 91. Zsoltár 4. versét. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Engem mindig megragad ez a hasonlat, hogy a hűség az ugye szemmel nem látható dolog, de azt mondja, hogy olyannak bizonyul a gyakorlatban az Isten hűsége, annak, aki benne rejti el az életét, mint a pajzs és a páncél. Ezek a kemény védekező fegyverek. Aztán ilyet mond a 7. versben. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől 10000, és hozzád nem is közelít. Aztán így olvasom a 10. verstől. Nem illett téged a veszedelem. A csapás nem közelget a sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.
És aki Istenben rejti el az életét, aki vele jár, az megszabadul a félelemtől is. Így olvassuk a 112. Zsoltár 7. versében, hogy az igaz ember az semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Pedig a végidőben az egyik legjellemzőbb dolog az, hogy az emberekben nő, szaporodik és nő a félelem, mint több dologtól. Azt olvassuk Lukács evangélium a 21. fejezetében, hogy az utolsó fázisban ez már olyan méreteket fog ölteni, hogy így fogalmaz, az emberek elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. De hadd idézem a 46. Zsoltárból, hogy még mennyire súlyos körülmények között is érvényes ez, hogy az Istenben elrejtett életű ember nem fél. Így olvasom a 46. Zsoltárban a 3. verset. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Aztán kicsit tovább a Zsoltárban ezt olvassuk. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákób istene a mi várunk. Micsoda áldás ez, hogyha a legfélelmetesebb körülmények között sem fél az, akinek abszolút bizalma van Istenben, és aki vele jár. Sőt, hozzáteszem, még az örömét sem veszti el, még az élet értelmének a tudatát sem veszti el, a reménységét sem veszti el. Itt is két Zsoltárból szeretnék részleteket idézni, hogy milyen a belső lelki világa annak az emberben, embernek, aki elrejti az életét Istenben. Így olvasom a 16. Zsoltárban. Így olvasom. Azért örül az én szívem, 9. verstől, és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. 11. vers. Te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. És ezt az életérzést és ezt a tapasztalatot az vezeti be a 8. versben, hogy az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Tehát még örülni is tud. Még biztonságban is érzi magát, még abszolút reménysége is van annak az embernek, aki elrejti az életét Istenben. Aztán idéznék még egy Zsoltárból, a 73. Zsoltárból. Itt is a következőket olvashatjuk. 23. verstől idézem. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Ki csodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy ó Isten örökké. Micsoda élettapasztalat ez, hogy te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, azután dicsőségbe fogadsz be engem, és a legnagyobb hangsúlyt talán az utolsó verset tenném. Nem úgy kell értenünk Isten oltalmát, hogy Isten kivesz minket az élet veszedelmeiből, mert van olyan, amikor a hívő is ember is úgy érzi, hogy elfogyatkozik a testem, sőt, még már szívem is szinte elfogyatkozik, olyan megpróbáló nehézségeken kell áthaladni, de mégis azt mondja, a szívemnek kősziklája, egy abszolút megbízható kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. És végül ezt írja, az Isten közelsége, oly igen jó nékem, Istenbe vetem reménységemet. Tehát én úgy gondolom, hogy a példabeszédek könyve azt az eszes embert állítja elénk, aki meglátja a bajt. Magától nem tudná meglátni,
De az Isten igéje segítségével meglátja a bajt, és elrejti magát. Úgy is elrejti magát, hogy elkülönül a tömegtől, amely veszedelmes irányba halad, amely neki megy a veszedelemnek, de úgy is elrejti magát, és ez a legfontosabb, hogy Istenben rejti el az életét. Nem nyugszik, amíg minél teljesebb ismeretet és abszolút bizalmat nem szerez Istenben. Aztán megtanul Istennel járni, teljességgel Istenre támaszkodni. Milyen jellemző, hogy a vízözön túlélő Noéról ilyen rövid összefoglalást ad az írás. Noénak pedig ez a története igaz, tökéletes volt a kortársai között. Istennel járt Noé. Hát Noé is elrejtette magát a baj elől, amiről ő elhitte Istennek, hogy jönni fog, és hogy Isten kegyelemből készítette fel őt erre, és elrejtette magát úgy, hogy építette a bárkát, úgy, hogy nem haladt a tömeggel együtt, hanem egészen más irányt követett, de elrejtette magát úgy is, hogy Istennel járt, hogy mindig megőrizte Isten jelenlétét, szüntelen rátámaszkodott, és Isten pedig megoltalmazta őt, amikor az egész akkori világ és annak az embertömegei elvesztek. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk eszesek. Rejtsük el magunkat a baj elől, amit megláttunk, és ugyanakkor a világért se legyünk közömbösek a körülöttünk sodródó hatalmas tömegek iránt, akik sajnos úgy tűnik, hogy abba az irányba haladnak, hogy neki mennek a bajnak, hanem inkább imádkozzunk értük, keressük a kapcsolatokat velük, kérjünk Istentől bölcsességet, segítséget, hogy amit csak tudunk, átadjunk nekik abból, amit mi megláttunk, és bizonyságot tegyünk nekik arról, hogy Isten létezik, és az ember elrejtheti az életét Istenben. Kívánom minden kedves hallgatónak, aki ezeket a gondolatokat követte, hogy mi elkerüljük a bajt, megszívlelve a tanácsot, amit befejezésül még egyszer olvasok, Példabeszédek könyve 22. fejezetéből a 3. verset. Az eszes meglátja a bajt, és elrejti magát, a bolondok pedig neki mennek, és kárát vallják. Köszönöm a figyelmet!